Sikerélmény és pont nélkül maradt a legutóbbi fordulóban a kisvárdai csapat, Bódog Tamás együttese a Debrecen otthonában szenvedett 1-0-ás vereséget. A Honvéd egy ponttal gazdagodott, miután gól nélküli döntetlent játszott Pakson. A tabellán a fővárosiak így 34 ponttal a hatodik, a kisvárdaiak pedig 28 ponttal a nyolcadik helyet foglalják el. A szombati vendégek vezetőedzője szerint jó formában lévő csapat ellen lépnek majd pályára. Tovább léptek a kupából, úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy nekik megvan az a pozitivitás az elmúlt hétben, ami szükséges ahhoz, hogy jó kedvel és jó akarattal dolgozzanak még az utolsó edzéseken. Egy jó csapatról beszélünk, aki nem véletlenül van ott a bajnokság elején. Jó mérkőzéseket játszanak, úgyhogy a kupába tovább léptek, úgyhogy úgy gondolom, hogy náluk most rendben van a dolog. A többi találkozóhoz hasonlóan a Honvéd Kisvárda mérkőzésen sem lesznek szurkolók a fővárosiak ideiglenes otthonának számító új Ilovszky Rudolf stadionban. A szurkolók nélkül ennek a focinak igazából nincs sok értelme. Nyilván, hogy most ez egy világszintű esemény, muszáj alkalmazkodni ehhez. Biztos, hogy furcsa lesz olyan bajnoki mérkőzést játszani nézők nélkül, ami számunkra nagyon fontos. De hát nyilván alkalmazkodni kell, ugyanez lesz a Honvédnak is. Biztos, hogy hiányozni fognak a szurkolók, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy jól szerepeljünk Budapesten. A kiesés elleni harcban a Kisvárdának égetően szüksége van a 3 pontra, és a csapat ennek szellemében lép majd pályára a fővárosban. Mindenképpen szeretnénk győzelemmel hazatérni Budapestről. Hát most az, hogy ki az ellenfél, az nem feltétlenül változtatja meg a játékunkat. Én úgy gondolom, hogy múlt héten az, amit elterveztünk, nem feltétlenül sikerült. Azért dolgoztunk az egész héten, hogy ez most jobban működjön a hétvégén. Meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A 25. forduló további párosítása a következő: Ferencváros-Kaposvár, Mezőkövesd-Puskás-Akadémia, Újpest-Paks, Debrecen-Zalaegerszeg és Molfehérvár FC Diósgyőr.